Köszöntjük kedves nézőinket! Kérem, tekintsék meg a 20. Madzag Falvi Napok napi összefoglalóját. A Békési Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében Barta Kupa 66-os kártyajáték és malomjáték várta az érdeklődőket. A Békési Nyugdíjas Egyesület 7. alkalommal jön ki a Madzagfalvi napra a 66-os kártyajátékkal és malomjátékkal. Hát egyre nagyobb érdeklődés van, úgymond a fiatalok is igen szeretnek kijönni, idősebbek is, és hát ennek mi nagyon örülünk, ezt mi szeretnénk folytatni, hogyha lesz rá igény, de úgy tűnik, hogy igen van. Jó hangulatban telt a Madzagfalvi hétpróba is. Ez ugye a 20. Madzagfalva, és úgy gondoltam, hogy most szedjük elő azokat a versenyszámokat, amik az első Madzagfalvi napon voltak. Gyáz! Mert! Ezek a versenyszámok úgy találódtak ki annak idején, ugye a hagyományos békési foglalatosság, elsősorban a mezőgazdasággal, meg a madzaggal történő foglalatosság legyen benne. Hát érdekes lesz bizonyára, mert lesz benne krumpliszedő verseny, lesz benne tökcipelő verseny, madzagkötöző verseny, aztán egy verset is kell írni, azt az elején megmondjuk nekik, és akkor egész idő alatt lehet írni verset. A krumpliszedés tulajdonképpen ilyen vízi bombákat kell dobálni egymásnak, úgyhogy lehetőleg ne szakadjon ki. Ezt a sárhajóhúzó verseny helyett tettük be, mert most ugye nem tudunk olyan sarat csinálni, mint az első alkalommal. A kukoricamorzsoló verseny, egy kötélhúzó verseny, ami szintén hagyományos népi játék volt annak idején, gyerekekkel mi is játszottuk. Hát bízom benne, hogy jó fog sikerülni. Az első alkalommal ez nagyon jó volt, most is már látok, hogy csapatok gyülekeznek, úgy tudom, hogy most 6 csapat van, de lehet, hogy még befut a 7. is, úgyhogy jó szórakozás mindenkinek. Békésen, Madzagfalván szelfit is lehetett készíteni. A Madzagfal napokra kijöttünk a selfie automatával. Ez az automata 3 képet csinál, és kinyomja egy képbe, és egy kellemes kis emléket tudnak hazavinni a madzagfalvi napokról. Valamint van egy csomó kiegészítőnk, parókák, kalapok, különböző selfie eszközök, bajszok, amiket maguk elé tudnak rakni a kedves vendégeink, és ezzel még jobban fel tudják dobni a fotót. Békési Ízek utcája főzőverseny az Erzsébetligetben. Mi vagyunk a békési postások. És levelet is hoztatok? Hát nem. Nem, most főzünk. És mi fő? Babgulyás lesz, füstölt hússal. Olyan postás vagy békés módra? Postás módra. Mi a különbség? Semmi. Semmi különbség nincs. Azért hívjuk postás módra, mert a postások csinálják. Szeretettel üdvözlök benneteket. Tavalyhoz képest most nem pörköltet főzünk, hanem bográsgulyást. Most ilyen gulyás nap van, mert sokan gulyást készítenek. Igen, főleg gulyás nap van, szerintem összehangoltunk. Vagy gondolatunkat vittük egymásnak. Minket főzünk itt a kollégákkal, Újkigyósi kollégám, Sávolt Janék, a feleségével, barátnőnkkel. Mennyien vesztek? Hát körülbelül 30-an. Most nem főzünk 200-ra. Most főztünk augusztus 14-én, ott 500 főre főztünk el egymásra húst. A sportpályán volt megrendezve, egy családi nap, nagyon szép volt. A sasok merre szárnyalnak? A sasok keresik a vad dolgokat, és arrafele szárnyalnak. Mi fő? Milyen vadrepülő, és hát a sasok elkapták. Mi most a Biokultúra Egyesület égisze alatt főzünk, a szárnyaló sasok. Hát ez pörkölt, tarhonyával lesz. Savanyúság mellé és kenyér. Házi tarhonya? Igen. Hát ez csak. És lehetőleg minden bió nálunk. Békési szlovákok. Most békési vagy békés csabai? Hát én békési vagyok, már több ideig élek, mint Csabán laktam. Úgyhogy én már most békési vagyok. Csabáról ide származott békési szlovák. És mi készült? Princás tészta. Hát princás halusfa. Ez tényleg igazi szlovák étel? Igazi, igen. Kicsit különlegesnek tartják az ízét, de azért, amikor már rábeszéli valaki, hogy megkóstolja, akkor utána már ízlik át rá. Hát az alapanyagot, a tésztát mi készítjük, az erős turmot, a brinzát átfordítva, azt meg egy megbízható helyről veszük, állandóan onnan veszük, és ilyen nagy tételben is be tudjuk szerezni, ami biztonságot nyújt az ízekre, meg a elkészítés szabályosságára végül.
Jogi farm az megint előjön valami különlegességgel? Így van, ez egy őshonos racka birka. Pörkölt lesz, főtt krumplival. Más íze van a rackának egyébként? Persze, sokkal másabb. Ez nem fagyús, ez csak legelőn van, nem abrakos. Igen, tavaly szürke marha volt, ugye emlékszem? Így van, tavaly szürke marha volt. Azelőtt mi volt? Nem is tudom azelőtt, hogy mi volt év ez a tavaly előtt. Nem tudom, de mindig más van, mindig más van. Másképp főzés, de úgy tűnik, hogy itt nagyon nyugalom van és teljes békesség. Hát kinek van nyugalom? A szakásnak sose lesz nyugalom, addig mi kíz nincs a kaja. A többi csak éhes. Mit jelent a név, a egyesület neve? Másképp. Hát mindent kicsit másképp csinálunk. Tehát minden másképp, mint amíg az átlag. Jobban is? Próbálkozunk vele. Az nem biztos, hogy jobban, nekünk jobb. És mi fel a bográs? Egy szürke barna. Teljes bio. Kicsi lett a bográs, de inkább mondom, hogy a vastag a pörkölt legyen, a kisebb bográs a krumplinak. Tehát keményítőből elég. Inkább a szürke barna, az biztos. De a lényeg. Így van, ez biztos, így van. Mi készül? Marha pörkölt. Most úgy tűnik, ez most láger a mai napon a marha pörkölt több helyen is. Tényleg? Én örülök neki. Én ezt szeretem főzni. Ez a legjobb. Szóval akkor ezek szerint sűrűn szoktad készíteni? Igen. Tegnap este meg, hogy milyen vadisznó pörgötet főztem. Az a motóm, hogy a hamu is feljön, meg a füst a pörgötnek adja a lelkét. Sok ember nem tudja, fűtsenek gáza, én nem érdekel engem. De én hagyományosan ezt szeretem. Ti azok vagytok, akik tényleg hazajárnak? Hazajárunk természetesen, hát békési gyökereink vannak, és minden évben nagy örömmel szoktunk hazajönni, és részt veszünk ezen az elvetélkedésen, amelyet hát meghirdetnek a madzagfalmi napok keretén belül, az Ízek utcájában mi is főzünk, alkalmasint. Éppenséggel most egy kakas pörköltel veszünk részt ezen a vetélkedésen. Kokolysza van? Kokolysza természetes, úgyhogy majd kamerán kívül meg foglak benneteket kínálni, akkor egy közös kocítással fogjuk üdvözölni egymást ebből az alkalomból. Békésség kis gazdakör, gondolom, hogy nagyon finom dolog fő. Hát nagyon finom dolgot főzünk, úgyhogy vegyesen főzünk most a csülőpörköltet, füstölt csülök és friss csülökből. Az örökség, mert édesapám is az is nagy főzés tudományjal rendelkezett, úgyhogy ő nagy vadászolt, és akkor őtől örököltem ezt a főzést. Alapanyag gond nem volt? Hát azzal nincsen gond az alapanyaggal, hát ez békési helyi gazdáktól származó hús, úgyhogy... Fiatalok vannak a csapatban? Hát, igen, van egy pár fiatal tagunk is, jelenleg ők dolgoznak, úgyhogy ők nem is tudnak idejönni, aratnak, vágják a napraforgót. De azért a szülők itt vannak, és azok gondoskodnak róla, úgyhogy egy kis tányérra fognak nekik vinni, úgyhogy megoldjuk. Mi készül? Most babgulyás, csipetke tésztával és palacsintával. Ez úgy tűnik, hogy ez nagyon finom lesz, mert mindenki hozzájárul. Hát egyértelmű, mindenkinek a keze munkája benne van. Mindenki mosolyog. Jó. Én is csinálom. Egyértelmű, próbálkozunk. Ezek szerint akkor a gyerekek jó helyen vannak, hogyha ilyen mindenki. Jó helyen, igen. Jó helyen. Vigyázzunk mind a 96-ra. Babujás és palacsinta. Rád bízták ezt a feladat, nemes feladatot? Most pont felveszedek, hogy odaégetem, látjátok? Tehát megzavartuk a műveletet. Pontosan, koncentrálni kell, mert mindjárt elvisz a tűz. Megéget. De ezek a pendrive-on lehetne vinni akkor. Hát az már rég kész lenne. A baráti társaság kérem szépen ma lecsót főz, sóskürtős kalácssal és kolbászcsipszel a tetején. Ez egy ilyen egyedi dolog, ezt egy sörözés mellett találtuk ki, és megpróbálkozunk vele itt most elkápráztatni a zsűrit. Alapanyagokat itt szerzitek be? Egyek, például lokális lecsókolbász, piacról való zöldségek, hagyma, szüleim kertjéből, minden békési alapanyag. Jó érzés visszajönni? Hogyne. Kell ennél jobb. Igazi német ízek, vagy békési német ízek? Nem, ez igazi békés, vagy igazi német ízek. Tessék parancsolni. És mi főtt? Köszönöm szépen. Savanyú káposztaleves füstölt csülökkel. Ez házi recept, vagy? Ez házi, igen, igen. A nagymamám receptje. Mennyi német nemzetiségű van Békésen? 75. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jó működő egyesület. Igen, igen. Köszönöm szépen. Igen.
Összetartó csapat. Igen, összetartó csapat. Szinte mindig ott vannak minden rendezvényen. Igen, igen, mindig ott vagyunk. Amilyen rendezvény van a városban, mi mindig ott vagyunk. A bölcsődések nagyon finomat főztek, óvoda. Mi kötött galuskalevest főztünk. Ú, na az igazi békés. Igen, de kóstoljátok meg, szívesen megkínálunk benneteket. Az én nagymámtól egyik kedvencem volt. Én is tőle tanultam, igen. Milyen tepertőt tettél bele? Tepertőt nem tettem, nem, hanem zsír. Csak hagymát, igen, és úgy díszteltem meg, és fűszerem. Mert hogyha nagyon jók voltunk, akkor nem rakott be egy kis liba tepertőt. Így van. Tegnap kötözgettem a kicsi kezemmel. Négy levél. Szigorú zsűri. Hát. Igen, igen. Laci, igen? Első ránézésre. Első ház is nagyon jól néz ki. Tavaly pont erről beszéltünk, a kötözgalos hogy készül, ugye? És akkor azt most ne ismételjük meg még egyszer, mert a hölgy az elmondta nektek biztos, hogy... Mikor lesz zsűrizés? Tehát mikor lesznek eredmények? 12-50 elvileg, de nagyon sokan még nincsenek kész. Tehát itt igazából híje van az egésznek, de nagyon sok jó ételt láttam, és nagyon kreatívok az emberek az asztal magát, az asztal összeállításukkal. Tehát ismételtem annak 20, azt hiszem, hogy 19-20 jelenkező van, de ebből nem mindenki nevezett, tehát az nem. Tehát jellegű ételek is vannak a kultúrik. Hát itt a kötözgalos például, igen. Akkor itt a szürke marhából volt, amit úgy csinálnak, akkor tyúkpörköltet főznek, tehát az is, ami tájjellegű. Igazából békés tájjellegűt nem nagyon látom, ami békéshez kötődne, de bízunk benne, hogy majd most már bővül a repertoárja mindenkinek, és próbálnak más is főzni. A zsűri nagyon szigorúan járja végig a területet. Hát szigorúan is vidáman, hiszen vidám csapatokat találunk. Itt szokás szerint nagyon jó hangulatban zajlik a főzés békésen a madzagfalvi napokon. Nagyon szép színű ételeket látunk, az ízét még nem tudjuk, azt majd kóstolás közben fogjuk érzékelni, hogy mit is főztek, milyen finomat főztek, de látványra gyönyörűek az ételek. Úgy tűnik, a zsűrinek fontos nem csak a végleges íz, hanem az, hogyan készült. Így van természetesen, az ételek készítésénél mindig figyelni kell arra is, hogy hogyan készítik, milyen körülmények között készítik, betartják azokat a szabályokat, amelyek általánosak a főzéskor, és azt látjuk, hogy hálósnak a csapatok mindig odafigyelnek arra, hogy finomat, jó alapanyagból, és nagyon, nagyon tisztán, szépen főzzenek. Számít-e, hogy ki közben mennyi békési pálinkát fogyasztott? Ez számít, főleg akkor számítana, hogyha a zsűri is fogyaszthatna, de sajnos mi nem. De a csapatok azok vidámak, fogyasztják mértékkel az alkoholt is, de ez így van rendjén ilyen ünnepek alkalmával. Mi fő a boglásban? Csülökpörkört lesz, és akkor hozzátettünk egy kis káposztát, és akkor a végén toros káposzta. Toros káposzta lesz a vége, ha minden sikerül. Összejön? Összejön, persze. Látványra biztos nagyon szép. Reméljük, köszönjük minden, szépen. Minden házias benne. Házi, a békési házi kolbásznak a termékei vannak benne, a csülök, a hús, ugye Ádám? Így, békési a káposzta is. Már reggel akkor kijöttünk, és akkor az a lényeg a toros káposztának, hogy legalább 5 óra hosszát kell főzni. Akkor lesz minden finomban. Csak házi. Békési kapros házi tejföllel, az is házi, kemencés cipó, azt is lehet majd hozzá kóstolni, enni. Motorosok tudnak főzni is? Azt mondják, hogy igen. Jó a vízhangja mindig, amikor csinálunk valamit. Akár motoros találkozón, akár a klubházban, mindig jó, hogy sikerülne a dolog. Mindenki békésség közöletek, aki itt van? Nem, egyáltalán nem. Van muronyi tagunk, van Bélmegyerről ide származott tagunk, van mezőberényi tagunk, nem is egy, vagyunk többen. Békés Csabán is lakik tagunk. Toros káposzta lesz a menő egyébként. Az a lényeg, hogy jót tegyünk itt az társasággal. Ha jól tudom, a tevékenységed alapján is, te egy igazi ízőrző vagy itt Békésvárosban. Igen, sajtkészítéssel foglalkozunk, kézműves sajtokat készítünk, hoztunk kis kóstolót, illetve kiállítunk a művelődési házban is. És most mit főztök? Egy tradicionális levessel készültünk, egy békési aratólevessel. Aratóleves? Aratóleves, savanyú káposztával, árpagyöngyel és egy öntött vasbográcsban. Mindenképpen valami helyével szerettünk volna valami nagyon-nagyon régi étellel készülni, illetve nem pörköltel. Mindenki pörköltet készít, valami különlegeset szerettünk volna. Ez jó hallani, mikor egy hivatal dolgozói összeállnak, és akkor baráti társaságként jelennek meg. Így van, és mindenki kiveszi a részét. Zöldségpucolás, krumplipucolás, hagymapucolás, mindent előkészítünk, és így főzünk. És mi készül? Babgulyás. De egyébként azt megsúgom, hogy egy picit körös tartsai módra, mert én körös tartsai lennék. Szívem, ez közel áll, mert az én őseim is odavalósiak. Tényleg? Hú, de jó. Úgy,
úgyhogy akkor általában én szoktam főzni. Hát remélem, hogy jól fog ez is sikerülni, én nagyon bízom benne, mert szerintem nagyon finom. Van egy kis csípője. De... Mindenkit van a hivatalból? Hát majdnem mindenki, de azért többen nem. Nyár van, úgyhogy szerintem azért is nem vagyunk itt mindannyian, de azért elég sokan. Ez az igazi csapatépítő tréning. Így van, így van. Jól érezzük magunkat. Táncolunk közben, az az igazi, amikor főzünk és közben táncolhatunk. Sárkánylovasok. Ez mit jelent? Ez egy összevevúváló csapat, már 4-5 éve működik ez a sárkányhajózás, és ebben vannak úgymond profik, szabadidősek, és ez egy jó működő csapat. Nem csak versenyszinten, hanem így csapatszinten is. Sokszor összejövünk barátilag, mint ahogy látjátok, kijöttünk többen, és akkor így... A sárkányhajó egy jó ok a barátságra. Többek között igen. És ezért is szeretnénk, ha többen eljönnének, és tagja lennének ennek a jó csapatnak, mert nagyon jó hangulatban zajlik akár az edzés, akár a bulik. Mikor mi történik, ha győztök? Ünnepelünk. Tehát, és ha veszít a csapat? Akkor is. Akkor is ünnepelünk. Most éppen másodikra lettünk, de ünnepelünk, hogy kedves segítségetek lennek is. Hát a kollégáim találtak egy furcsa nevet, ami szerintem illik ránk. Annyira savanyú a csapat, vagy annyira? Nem, mi először neveztünk, még soha nem neveztünk, és úgy gondoltuk, hogy ne egy szokványos nevet, hogy baráti társaság vagy klub, és akkor ez jött hirtelen. És mi fő? Ó, ezt Gergely marha babgulyás csipetkével. Egy citrom van benne? Nincsen, díszítésnek viszont van egy pár. Igaz, zöldek, mert zsengék. Ott vannak az asztalon. A csipetkét itt készítettük. Gyurta. A helyszínen. Szaggatták a lányok. Ügyesen. Csak kézzel. Csak kézzel. Csak is, így van. Dr. Polgár Tim. Ez Karkus Polgár Tim. Mindenki doktor úrnak hív az ébékésen. Hát a két a verken belül, igen. Igen. És ki a főszakács ma? Ma marha pörköltet főztünk, mert sajnos a megrendelt árúból nem azt kaptuk, amit kértünk, hanem... De ennek is örülünk. A család el lesz, a barátok, plusz a kézlabdajátékosai. Akkor kézlabdások is most itt vannak? Természetesen, hát. Nekem ők a nagy családom. Indul a szezon? Hát én már nagyon várom. Saját gyerekeinket, fiatalokat hoztuk föl. Szerintem ez a jövő. De utánpótlás a Békés mindig jó volt. Fantasztikus. Fantasztikus utánpótlások van szerintem. Ifi is erdülő, U14 minden. Nem vagyok elfogult, de az ország bármelyik klubjával fölvesztük a versenyt utánpótlás szinten. Hajrá Békés! Hajrá Békés! Nektek már rutinból megy a főzés? Hát mondhatnánk azt is, hogy igen. Az autós iskolának is ez a neve, de főzni szoktunk néha-néha. Barátokkal vagytok kint? Igen. Van egy újságíró barátunk, meg oktatók, családtagok. Még nincs itt teljesen mindenki, de már a pöri az készen van szinte. Vagy a legjobb tanítvány elnyerheti azt, hogy tehet ma? Hát ezt nem ajánlottam nekik föl, de megtettem volna. És mit főztök? Kakaspörkölt. Egy hagyományos kakaspörkölt. Zenélni jöttetek, vagy főzni? Főzünk és így zenélünk. A Varga Family, Farkas Kanci, Dáv Vélával egyetemben. Sziasztok! Szegény vagyok, szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, az én babám, a legszebb kincsem. Na! Figyelj, várj! Te visz megtalom úr fráj! Megtalom úr fráj! Miből? Marha pörköltől, marha lábszárföl, és nagyon jó ízesítéssel és fűszerekkel egyértelmű, hogy csak romással. Ez mindig is így volt, amivel már többször jó helyezést értünk el, bízunk benne, hogy ma is megközelítjük az első helyet. Helyi termékekből készítünk idén is grilles termékeket, grill dolgokat. Sertéshúsból, békési sertéshúsból, kolbászhúsból, meg nagyon-nagyon sok zöldségből. Békés biósoknak a zöldségeiből, saját termesztésű zöldségekből csinálunk saslikot, illetve salátákat. A Békés megye ízei kiállítás és vásáron, akik vannak termelők, azoknak a sajtjait, fűszerolajait is felhasználjuk. Úgyhogy igyekszünk egy kis helyi változatosságot, a jó időnek megfelelően kis grilles kínálatot előállítani. Azt gondoljuk, hogy a fenntartható térség az azt jelenti, hogy
minél több terméket, minél több szolgáltatást helyben vásárolunk. Megpróbálunk ezt szerint élni a saját magunk életében is, és ezt népszerűsítjük. A Békési Motoros Baráti Kör invitálására a baráti kör tagjai és a környező településekről a motoros barátaink, ismerőseink jöttek ki a mai délután. Mintegy 25-30 motort hoztunk egyelőre, aztán közben folyamatosan érkeznek még a többiek. Összejöttünk, beszélgettünk, a madzagfalvi főzésen is részt vettünk. Jó hangulatba telik, várjuk még a baráti motorosokat, mindenkit szívesen látunk. A 250-estől a 1500-1600 köbcentig minden típusú motorkerékpár megtalálható, a Robogótól a Chopperig nincs márka megkötés. Nyitott hétvégéket szoktunk rendezni a klubházunkba, ami a kazamatában működik, havonta egyszer rendelt ülést is tartunk, úgyhogy a város támogat minket, hál' Istennek, szeretettel várjuk az új belépőket is, aki érez hozzá elhivatottságot, hogy motorozna éjjel-nappal akár. Következik Fenyő Miklós élő koncertje, a koncert után rögtön pedig animációs lézershow. Na de mikor volt nálunk először tavasz, amikor megcsillant a napfény a jégen? Mert ez így volt. Yeah.
egy szó, mielőtt menni kell még egy ölelés, ami végel kísér. Thank you.
lát. Ha már a földről fúj a szél, sétálok csak könnyedén, ember világban, légy hazám. Ember lelkű földeken, sétál gyöngy tekinteten,